Jó estét kívánok! Rég találkoztunk ebben a stúdióban, de Egon szabadsága ideje alatt Bodasz Balázsral felváltva fogjuk az egyenes beszédet vezetni, de nem is ez a lényeg, hanem az a téma, amivel kezdünk, mert hogy elindult a főpolgármester jelöltekre leadott szavazatok újra számlálása, mert hogy még mindig nem hivatalos Budapesten a végeredmény. Jelenleg úgy tudjuk, hogy péntekre fejeződhet be a számlálás. Ezzel a témával kezdünk, és az első két vendégünk Vasali Zoltán és Ranzsmúl Zoltán. Jó estét kívánok! És ugye már is jöttek olyan hírek a különböző szavazó körökből, hogy kiderült, hogy Vitézi Dávidra elkönyvelt szavazat Karácsony Gergelyre ment, és viszont most nyilván mindenki különböző informális csatornákon kapja ezeket a híreket. Mennyire érdekli vajon ez a magyar társadalmat? Én akivel beszéltem, és mondjuk nem újságíró, az úgy van vele, hogy mikor lesz vége ennek a szappanoperának. És mennyit amortizálja ez magukat a jelölteket? Az intézményeket, igen, tehát az embernek van egy ilyen kis dezsövű érzése a választások éjszakára vonatkozóan, így várjuk már, hogy fejezze be az első kerület a számlálás, stb. Stb. És aztán pont a Híradóban volt, a László Róberttől idézték azt, hogy a legfontosabb gond ebből az egészszel az, hogy a választópolgárok az intézmények bevetett bizalma, az biztos, hogy ez ilyen szempontból rombolja. Meg van egy ilyen, eleve van egy ilyen hatalom nélküli állapot, eleve van egy félelem attól, hogy a fővárosi közgyűlés hogyan fog működni, és közben szivárognak ki az adatok. Igen, amikor beültünk a stúdióba, én is láttam egy olyan hírt, hogy akkor lehet, hogy talán a 18. kerületben, vagy a 20, nem tudom, melyikben, de hogy 20 olyan szavazatot találtak, ami a Vitéznek kedvez, tehát hogy itt is 41 szavazatról beszélünk. Igen. Tehát, hogy mondom, ez a választások éjszakájának izgalmát is idézhetni, de a választópolgárokat valószínűleg ez már annyira nem érdekli. Most a legutóbbi hír egyébként, amit én láttam, hogy pont mielőtt bejöttünk, az volt, hogy Vitézi Dávid azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy az eddig megszámolt szavazatok alapján nőtt Karácsony előnye vele szemben. De ami egyébként szerintem az ő részéről talán a legfontosabb, az az, hogy azt most megismételte, hogy ennek a számlálásnak az eredményét el fogja fogadni, ami azért azt hiszem, hogy mindenkinek megnyugtató lehet, hogy ez talán nem fog még tovább görögni ez a történet. És tényleg én is azt gondolom, június 9-én a választások lezárultával azt gondolom, hogy sokan azt gondolták, azt gondoltuk, hogy jó, még esetleg a pontos, végleges eredményekre várni kellett, de nagyjából estére lehetett számítani arra, hogy véget ér ez az egész, ami a választási kampány, ami a választások, és akkor tovább léphetünk. Azóta jó sok idő eltelt, nyár közepe van, hőségriadó van, meleg rekordok vannak, mindenki elment nyaralni. Én szerintem nagyon-nagyon-nagyon kevesen követik ezt már annyira figyelemmel, mint egy hónappal ezelőtt, és ennek nyilván van hatása arra is, hogy mennyire tartják majd a végül győztesként befutó főpolgármestert. Legitimnek? Legitimnek. Jogilag biztos, igen. Jó, az ember azt gondolná, hogy ezt nyilván ott, nem tudom, októbertől decemberig még pár tárgyalás során a győztesnek talán az orra alá fogják dörgölni a tárgyaló partnerei, hogy jó, nem tudom, nyertél 10-20-40-100 szavazattal, nem tudjuk, hogy fordul meg. De az intézményrendszerre vonatkoztatva ennek, ebből milyen következtetést kellene levonni, hogy egy ilyen még egyszer ne forduljon elő? Ugye egy kritikát sok helyről hallottunk, hogy lehet, hogy pontosabban kéne rögzíteni, hogy ha valaki visszalép, akkor azt hogyan kell föltüntetni, nem tudom, hány milliméter vastagságú tollal kell áthúzni az ő nevét egy szavazólapon, de van-e más tanulság? Én egy tanszéken tanítok választási szakértőkkel, és ők azért mindig mondják, hogy azért ezt kétszer átszámolják azon az éjszaka. Tehát, hogy volt egy alapvető bizalom szerintem a választási rendszer működésében, még akkor is, hogyha választási rendszert átalakították, de tényleg megdöbbentő látni azt, hogyha 2-3 nappal korábban visszalép egy jelölt, akkor nincs egyértelmű, egyrészt az, hogyha egy nem jelöltre adunk X-et, de van egy jelöltre X, akkor az érvényes szavazatnak számít, tehát hogy nincs egy egyértelmű utasítás az érintettek számára, hogy értelmezni tudjanak egy szavazólapot, és ez a rendszer működésre vonatkozóan ez nem túl jó fényt vet. De sajnos én nem tanítok egy tanszéken. Jó, választási szakértőkkel. És én sem vagyok kifejezetten egy választási szakértő, de azt gondolom, hogy nagyon sok módja van annak, hogy lehessen az emberi hibákból adódó lehetséges problémákat megelőzni. Egyébként nyilván például a gépi szavazás az ennek egy megoldása lehet. Léteznek azért még olyan módszerek, amivel csökkenteni lehet a hibafaktort, mert egészen addig, amíg emberek számolják a szavazatokat, lesznek olyan szavazatok, amik rossz helyre számolódnak el, lesznek olyanok, amik elvesznek, lesznek, amiket félreértenek, nem úgy számolnak. Tehát ilyen típusú hibák mindig előfordulnak. Itt ugye az lesz az érdekes az újraszámlálás végén megnézni, hogy volt ebben bármiféle tendencia. Tehát ha azt látjuk, hogy voltak hibák, és ezek nem szándékolt, vagy nem rendszer szintű hibák, hanem tényleg egyéni tévedések, akkor ez azt gondolom, hogy önmagában a rendszer legitimitását nem kérdőjelezi meg,
ezt lehet tudni, minden rendszerben vannak ilyen szintű hibák. Itt a probléma nyilván akkor merülne fel, hogyha azt látnánk, hogy ebben valamiféle szándékosság. Valamiféle csak még egy mondat erre, hogy a tegnap esti itt az egyenes beszédben volt ez is vita téma, ott meg a kúria, meg az alkotmánybíróságnak a tekintélye, és az is érdekes, hogy most is lehet látni olyan véleményeket, hogy a kúriának mi lett volna a felelőssége, hogy az alkotmánybíróság ehhez képest mennyire átpolitizáltan működik, és ez is megint a rendszer legitimitását csökkenti, hogyha ilyen vélemények látnak napvilágot. Menjünk a következő nagy témánkra, ami ugye a külpolitika, és az a hát világrócsó, amit Orbán Viktor az elmúlt egy héten maga mögött tudhat. És ugye nagyon érdekes volt, hogy miután ugye pénteken ő Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal a békemissziójára hivatkozott, hogy ez volt a cél, és nagyon sokan a hétfői tragikus kijevi támadást úgy interpretálták, hogy lám-lám ennyire volt sikeres, cinikusan megfogalmazva ez a látogatás, viszont Orbán Viktor fordított egyet az értelmezésen a mai Facebook bejegyzésével, és úgy fogalmazott, hogy a Kijev elleni tragikus és szörnyű támadás igazolta a félelmeinket, ahogyan az várható volt, az orosz-ukrán háború kegyetlensége szintet lépett, pontosan ezért kezdtünk békemisszióba 9 nappal ezelőtt, és csak hogy mi történt ugye Kijevben, a Kijevet és más nagyvárosokat ért támadásban 38-an haltak meg, köztük 4 gyerek, és a kijevi támadás egyik középpontja egy gyerekkórház volt, ahol 670 gyereket ápolt. Voltak, többségük daganatos vesebetegségben szenvedő, és voltak, akik éppen az óvóhelyre igyekeztek, amikor a rakéta becsapódott. Szóval egy ilyen mértékű támadásról beszélünk. De Orbán Viktor azt mondja, hogy épp ez indokolja, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a diplomáciára és a tárgyalásokra. Milyen ez a keretezés? Hú, nagyon nehéz erre elkezdeni valamit mondani, ez egy borzalmas, borzalmas téma, és az az igazság, hogy amikor Orbán Viktor ezek után a látogatását követően azt nyilatkozza, hogy hát valójában Putyinnak is az az érdeke, és Putyin is azt szeretné, hogy véget érjen ez a vérontás, akkor én nem tudom, hogy... Tehát, milyen forrásokból dolgozik, de hogy igen. Egészen elképesztő kommunikáció, amikor tulajdonképpen Orbán Viktor azt mondja, hogy szegény Vlagyimir, hát szeretné ő, hogy vége legyen, de hát meg van kötve. Jó, de ezt nem mondta. De hát gyakorlatilag ez jön ki abból, amit ő mond, tehát Putyin nagyon szeretne, hogy véget érjen az a háború, ezt viszont mondta, ami tehát olyan mértékben abszurd, hogy az elképesztő. Az, hogy ilyen tisztán veszi át Orbán Viktor Putyinnak és a Kremlnek a kommunikációját a háborúval kapcsolatban, az egyrészt Európa szerte teljes mértékben vállalhatatlan, ami nyilván nem is véletlen, hogy az Európai Unió amilyen módon kézzel lábbal csak lehetett próbált elhatárolódni Orbán Viktor látogatásától, és aláhúzni 3-szor azt, hogy Orbán Viktor semmilyen módon nem képviseli az Európai Uniót Moszkvában. És ezt egyébként ugye kiszivárgott az ukrán sajtónak egy levél, amelyet Charles Michel írt erről a találkozóról, és ugye ezt megint leszögezte, hogy ő pontosan tudja, hogy ő nem képviselte az Európai Uniót. Mi meg kezdjük megismerni szerintem Orbán Viktort, és rá egyre inkább jellemző az, hogyha nem tud megbarátkozni egy nemzetközi intézménnyel, akkor megpróbálja elfoglalni azt, és ugye most ez a félreértés, amit kihasznál, ugye az, hogy az Európai Uniós féléves elnökségi pozíciót betölti, és tényleg lehetett látni a tűrtanástól kezdve a kínai elnöknél is, mintha ő Európa pozícióját akarta volna ezeken a tárgyalásokon képviselni, illetve az érvelésben is felmerült az, hogy hát más nem tud találkozni Európából Putyinnal, csak ő, és most ez a státusz még alá is támasztja azt, hogy akkor ez egy ilyen valódi békemisszió lehet, és ne felejtsük el, az előző kérdésben ott volt, hogy ezt ő mondta, hogy 9 nappal ezelőtt kezdődött, én azért azt arra emlékszem, hogy korábban kezdődött ez, és akkor sem. Igen, akkor sem vezetett különösebb eredményre. Tehát, hogy ugye ez a félreértető pozíciókat, az intézmények elfoglalását Orbán zseniálisan használja ki arra, hogy a saját legitimációját erősítse. Ugye akkor ebből 2 kérdés következik. Az egyik az, hogy az ő tárgyaló partnerei tisztában vannak-e az ő legitimációjával, magyarán, hogy ő magát képviseli, meg egyet az uniós államok közül, és nem a teljes uniót. Másrészt, milyen jelentősége van annak, hogy nem csak ő, hanem szakértők is elmondják, hogy ezeket a találkozókat tényleg nagyon rövid idő alatt hozta a tető alá a magyar diplomácia, tehát 2-3 nap alatt. Azért az nyilván nem véletlen, hogy valakinek 2-3 nap alatt sikerül megszerveznie ilyen magas szintű találkozókat, mondjuk a kínai elnökkel. Hát azért nem hiszem, hogy mondjuk bármelyik ellenzéki politikus, nem is biztos, hogy bármelyik kormányfőnek ez sikerülne Európából. Én egyen hátrébb lépnék. Én szerintem ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz azt kell megértenünk, hogy Magyarországnak mi a jelentősége kínai vagy orosz szempontból. Magyarország jelentőségét az adja ezeknek az országoknak, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, a Magyarország tulajdonképpen kaput jelent az Európai Unión belülre.
Kína esetében ez egyértelműen egy gazdasági kapu, Oroszország esetében pedig ugye Magyarországon keresztül lehet demonstrálni, hogy az EU nem egységes, az EU kül- és biztonságpolitikája nem olyan egységes, mint amilyennek az EU láttatni szeretné, és hogy valójában Oroszország mégsem annyira egyértelműen a rossz oldalon áll ebben a konfliktusban, mint ahogy ezt az Európai Unió egyébként képviseli. Na most ezt a pozíciót Orbán Viktor mindig is kihasználta, ő szereti, hogy ezt a pozíciót ki tudja használni, enélkül a pozíció nélkül Magyarország, Kína és Oroszország számára egyáltalán nem lenne érdekes, egy közepes méretű a ország lenne, amelyiknek valójában különösebb jelentősége ezeknek a nagyhatalmaknak a számára nincs. És azzal, hogy jelenleg Magyarország az Európai Unió soros elnökségét tölti be, attól ez a pozíció az, ami tovább értékelődik felfelé, annak ellenére, hogy valójában ilyen hivatalos pozíció az Európai Unióban, hogy az Európai Unió elnöke nincs, a tanácsnak van elnöke, aki Charles Michel, és Orbán Viktor pedig az Európai Unió tanácsának soros elnökségét betöltő ország. És van egy külügyi főképviselő. Tehát valójában ez a pozíció nem hivatalos, viszont kommunikációs és propaganda célokra remekül használható, amikor Putyin azt tudja mondani, például, ahogy mondta is, hogy valójában Orbán Viktor az Európai Uniót képviseli, amikor Moszkvába látogat, bár ez nincs így. Még csak egyet hozzátéve, hogy ne felejtsük el, hogy a Kínából Washingtonba repült Orbán Viktor, és ugye most van a NATO évforduló is, azért az nem egy transzparens tárgyalási folyamat, onnan is csak kiszivárognak információk, de kíváncsi lennék, hogy ott mit kap a magyar miniszterelnök, és persze ott nem lehet megúszni egy ilyet, pusztán egy ilyen Trump támogató szólammal, meg hogy ő a béke elhozója lehet, hanem ott azért az, hogy a szövetségesi szolidaritás mit jelent egy ilyen kérdezett helyzetben, ott azért kaphat kritikákat megint. Minden bizonnyal valamit erről is, azért majd megtudunk még a szűrt információkat is, viszont ez a Kijevet ért támadás nem csak Orbán Viktor sarkalta nyilatkozatra, hanem Magyar Pétert is, aki ugye bejelentette, hogy holnap hajnalban a Tisza párt és a magyarek emberek képviseletében Kijevbe utazik, és úgy fogalmazott, hogy apaként nem tehetek mást, és egy humanitárius gyűjtést is meghirdetett, gyógyszereket, kötszereket, egyéb adományokat várnak. Mit üzen ez a reakció? Ugye neki azon túl, hogy csatlakozott a Néppárthoz, bemutatkoztak Brüsszelben, nem volt még ilyen szintű külpolitikai megmozdulása. Ez az első. Nekem két dolog jutott eszembe, egyrészt emlékszem rá, hogy a konfliktus kirobbanása óta az ellenzéki pártok mennyi ilyen adománygyűjtésben voltak benne, és hány, szinte mindenki utazott már Kijevbe és csinált valamit. Tehát, hogy kétségtelen tény, ez egy nagy, olyan szempontból nagyon jó irány, hogy Magyar Péter is tegye hasznossá magát, de az látszik az útkeresésből, mármint az ő esetében, hogy úgy tűnik, mint hogy a magyar belpolitikai keretrendszeren belül az, hogy a Néppárthoz tartozik, az egyre több ilyen mendegetőző mondatot csalt ki belőle, miszerint, hogy ő is a béke pártján áll. Tehát és ugye azért őt joggal kritizálták eddig azt, hogy most akkor ez egy olyan fideszes mondat, amit úgy ért, mint maga Orbán Viktor, vagy ő az ellenzéke ilyen tekintetben, tehát hogy ez már egy ilyen nehezen értelmezhető pozíció. Illetve nyilván neki igazolnia kell ezt most a újonc az Európai Parlamentben, újonc az Európai Porondon is, nem csak a magyar porondon, sőt, ott pár hónap spétben van, de valójában ott is most jelent meg. Neki igazolnia kell azt, hogy ő már nem fideszes, ő távol van attól, amit a Fidesz képvisel, és neki szalonképessé kell tennie a saját politikai közösségét és saját politikai álláspontját európai szinten is, aminek azt hiszem, hogy elengedhetetlen része az, hogy egyértelművé tegye, hogy milyen álláspontot képvisel az orosz-ukrán konfliktusban. De akkor ez az utazás, ez rosszul fogalmazva egy kötelező kör, amit egy ellenzéki politikusnak meg kell futnia. Arról az oldaláról fogja meg a konfliktust, ami humanitárius és a választópolgárok számára mindenképpen szimpatikus lehet. Ez a kör, ami kötelező kör is lehet, ez nem szól arról, hogy akkor most fegyvert kéne, vagy a ukránokat hogy lehetne úgy támogatni, hogy visszaszerezzik a szuverenitásukat. A kényes kérdésekről ez nem szól. Mi az, amiben neki határozottan állást kell foglalnia, és esetleg megoszthatja a szavazótáborát? Hát, hogyha mondjuk a Néppárton belül belemenne egy olyan konfliktusba, hogy elkezdeni kritizálni azt, amit a Néppárt külpolitikai pozícióját. Ennek szerintem lenne lenyomata, hogy idehaza ilyen tekintetben. Hát azt majd az intézmények működése során fogjuk meglátni, hogyha azt nézzük például a fővárosnál, hogy ügyek mentén kell konszenzus kialakítani, akkor majd konkrét esetekben akár a költségvetés elfogadásánál látni fogjuk, hogy a párt tagjai hogyan szavaznak, vagy milyen álláspontot képviselnek. Igen. Úgy értettem az idehazát, hogy a háborúval és az Ukrajnával kapcsolatos álláspontjában van-e olyan mondás, ami megosztja a szavazótábort, mert ugye volt nemrég talán egy medián felmérés, amiből az derül ki, hogy azért szép lassan a magyar társadalom hasonlóan kezdi felelőssé tenni a háborúért az ukránokat, mint az oroszokat. Tehát, hogy ez a retorika, amit a kormány oldalról hall a magyar társadalom, ez elkezdett megépülni, és ezzel kapcsolatban akkor itt mi a jó mozgástér a Tisza számára?
Biztos, hogy Magyar Péter odafigyel arra, hogy hogyan kommunikál ebben a témában. Ő is tudja, hogy ez egyébként, ahogy nemzetközi téren is, úgy magyar téren is, ezért ez egy nagyon kényes téma, és ugye már a kampányidőszak alatt is volt olyan, hogy belefutott olyan állításokba az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, amik miatt később legalábbis magyarázkodásra kényszerült. Igazából a kérdés az az, és ezt azt hiszem, hogy még a következő, hát a nyár végéig biztos nem látjuk meg, mert a nyár végéig szerintem elég kevés, nem is tudom, józan magyar állampolgár foglalkozik politikával. Azokon kívül, akiknek muszáj. Kevés józan magyar állampolgár lesz, de nem? Az, hogy meddig tart Magyar Péternél az az időszak, hogy mennyi mindent elnéznek neki a potenciális, vagy már a Tisza pártnál lévő szavazók. Én szerintem ez már most egyébként határozottan visszaesőben van ahhoz képest, mint amit a kampány előtt láttunk. Nyilván az a fajta nagyon-nagyon felturbózott politikai hevület, ami megvolt egy választási kampány során, az már nincs meg. De az ő érdeke pedig, hogy ezt minél tovább fenntartsa. Meg azt ne felejtsük el, hogy a kampány alatt sokat mondtuk azt, hogy a Fidesz reakciókényszerbe került, ami korábban nem volt így, és hogy ezt Magyar Péter dominálná, de azért a háború és béke kérdésének megítélésében a Fidesz mondja meg, hogy ki mit, hogy próbálja megmondani, hogy kinek a mondata mit jelent. Köszönöm szépen. Mi köszönjük.